Ülj le, próbálj megnyugodni. Azok voltak, akik a múltkor. Nem rendezted le velük? Nem, ezek most mások voltak, de megtudom, hogy kik. A lelket is kiverem belőlük. Viszont te ma este már ne nagyon mutatkozz. Már csak ez kellett. Küldj hozzám néhány embert, vigyázzanak a házra. Nekem meg szerezz egy szobát ma estére. Hasan, Cengiz úrnak kell egy szoba éjszakára. Ugye, mégsem fenékig telj fel az életem. Mit mondhatnék? Ebben a műfajban ez megszokott. Minden rendben. Felhívtam Hasant és lefoglaltam neked egy lakosztályt a hotelban. Jó, de még meggondolom, hová megyek. Nem biztos, hogy az a legbiztosabb. Gyere, félbe maradt a partink. Fejezzük be. A maga környezetében gondolom nem sűrűn lövöldöznek. Megijedt? Kamil, vidd haza Shebnemet. De meg add ide azt, mielőtt még benyakalod. Nem sajnálom. Nézd meg, nem hiányzik-e a zsetonokból. Mindet számold meg. Mi történt? Na, már ide is értél. Remélem, nem fáradtál el nagy igyekezetedben. Ali úr. Dolgunk van, gyorsan mondd. Nézz át, hogy mi hiányzik. Követtem Eysán asszonyt, ahogy kérte. És? Elment valakihez. Na ne mondd, ez minden, amit megtudtál róla. A lényeget. Vele találkozott. Nem értettem kristálytisztán. Kivel is találkozott? Te is ott voltál? Láttad? Ismered őt? Kiről beszél? Maradj tovább Eysánon. Várj még! Mondd meg a címet! És csillagom, visszajöttél? Annyira tudtam! Úgy hiányoztál nekem, papa! Még ilyet? Kerülj csak beljebb, drága barátom! Szavamra te semmit nem változtál! Ugyanolyan vagy, mint régen? Nézzenek oda! Nem hittem volna, hogy egyszer még lát... Ne tedd ezt! Ne csináld! Könyörgök, fiam! Nézd rám, nekem már úgyis végem, semmit nem érsz azzal, ha most lelősz. Meglátjuk, ha lelőttelek. Kérlek, ne legyél miattam gyilkos. A halálomon vagyok, láthatod. Nem akarlak még jobban elkeseríteni, de én már így is gyilkos vagyok, öreg. Ne tedd! Könyörgök, ne tedd! Kérlek, ne tedd! Miért, mi? Hogy zsarolhass minket? Hogy folyamatosan bele tudj kavarni annak a szerencsétlen lánynak az életébe? Eysánra gondolsz? Én őt soha... Milyen Eysán? Ő megvédi magát! Bahárról beszélek, Bahárról! Bahár... Tényleg? A te nagy szerelmed. És ha lelősz, mit mondasz majd neki? Bahár, ma kinyírtam az apádat. Legyen ezed! Kinek jó ez? Inkább azt mondom, hogy soha többé nem láttak. Eltűnök a föld színéről is, esküszöm. Thank you.